Mozgalmas esztendőt zár 2022-ben a Móri Zsigmond Városi Könyvtár. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően sokszínű és több célú programsorozatot indítottak, melynek gerincét a havi rendszerességgel jelentkező esti, zenés, beszélgetős műsorsorozat adta. A Tatai Kanapé című rendezvényfolyam nem csak a hazai művészeti irodalmi élet legismertebb személyiségeit és új felfedezetjeit vonultatta fel, a városhoz és a régióhoz kötődő szakterületükön kiemelkedő eredményekkel büszkélkedő tehetségeket, sportolókat, zenészeket, együtteseket is. A sorozat március közepétől várta a közönséget, a színpadon elsőként Szőnyi Ferenc triatlonista Ironman, világbajnok rekorder, elhivatott sportszeretetéről tudhattak meg többet az érdeklődők. Ez egy érdekes műfaj. Nagyon. Egyébként szeretem az ilyeneket, mert egy kicsit emberi boldaláról közelíti meg a sportot. Úgy gondolom, hogy ez is mai esti is valami ilyesmiről fog szólni. Egy kicsit felemás a helyzet, ugye még egy kicsit benne vagyunk a Covid-ban, egy kicsit még benne vagyunk a téli szezonban, meg egy kicsit a sérülésekben is benne vagyunk, de már elkezdődött a szezon. Pont múlt hétvégén volt egy 6 órás futóversenyen, ahol a kocsapot is sikerült megnyernem, és hát 2 hét múlva újból világ körüli útra, Dél-Amerikába, Brazíliába, egy 5-szöröstávú Ironmanre megyek. Ez elég nagy szelete a sportnak. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenete az én életem, a pályafutásom is az egészségben tartás, a vitalitás, a képesség, az egészségben megőrzés az, ami nagyon fontos hívószó. Hát itt a Covid miatt különösen fontossá vált, meg hát a rohanó életmódunk, az életformánk, ami nem a előnyére változott az elmúlt években. Szekeres Adrián férjével Kis Gáborral látogatott Tatára, az énekesnő dalszerző, korábban az Unisex együttes tagja volt, 2001 óta építi szóló karrierjét. Nagyon szeretem Turci Istvánt, aki meginvitált erre az estére, és én elvállaltam, és hogyha az ember elvállal valamit, akkor általában elmegy, akkor is, hogyha azt gondolja, hogy jobban rá fog érni ebben az időszakban, és senki nem tudta az én esetemben, hogy vagy hogyan alakul, és másrészt pedig azért, mert azért ez az én igazi életem, vagy ez az, amit én igazán szeretek, a saját dalaimat, és azok az emberek, akik eljönnek és kíváncsiak rám, azok mindennél és mindenkinél sokkal fontosabbak. Készül egy musical, amit én hangszerelek, ez a Szent Erzsébetről szóló musical, és abban Adrián Gertrud szerepét fogja játszani. Hát nem lesz túl hosszú szerep, mert ugye Gertrudot, mint tudjuk, eléggé meggyilkolják, de egy nagyon szép szerep és egy nagyon hálás szerep, úgyhogy most még így a nagy szereplések közt még ez is itt van. A sorozat házigazdája a kezdetektől Turci István, József Attila díjas költő, aki az estek első részében a Tatához, megyéhez kötődő és ott élő emberekkel beszélgetett, majd a megye határain túlról érkező vendégekkel. A Tatai Kanapé azért is találtatott ki, hogy a régió, a megye vagy a város hírességeit, fiatal tehetségeit bemutassuk, hogy lássa a jó nép, hogy hát itt van, itt él közöttünk, és mégis mire vitte. Tehát legyenek példák. A másik eset meg megint csak egyszerű, mert ugye minden alkalommal 8 hónapon át hoznék ide olyan országos sztárokat, akire mindenki kíváncsi. Legalábbis remélem, hogy kíváncsiak. Úgyhogy végül is velük meg, összenézünk, aztán beszélgetünk, ahogy szoktuk. Én ezt 20 éve csinálom, nem főállásban, hanem szeretetből, úgyhogy ez remélem, hogy ma is élvezni fogja a közönség. Regisztrációs, ezt el kell mondani a kedves közönségnek, mert hogy nyertünk egy kis pénzt a pályázaton, a Móri Zsigmond Városi Könyvtár, és hát mondták, hogy akkor csináljam meg. Fiatalabbakat is akarok hozni, idősebbeket. Egyelőre az a cél, hogy a zene révén, és a másik oldal is fontos, annyi tehetséges, alig ismert ember van a régióban. Azt szeretném, hogy mindig leültessem őket a kanapéba, az legyen egy kényelmes ülőalkalmatosság, érezzék magukat jól, meséljenek magukról, hogy hol tartanak, mit csinálnak, mert az is fontos, hogy a megye, a régió értékeit bemutassuk. A Tatai Kanapé egy régi álomnak a megvalósulása, igazából Turci Istvánnak a szellemi terméke a kanapé sorozat. Ez a rádióban is volt, illetve most is jelenleg is nagy sikerrel a Szolnoki Színpad
előadásain is lehet róla hallani. Nagyon régen szerettem volna ezt a műsorsorozatot megvalósítani itt Tatán is, mert ugyan nagyon közel van Győr és Pest, tehát két olyan színházi város még Tatabánya mellett, ahol nem csak írókkal, költőkkel, hanem színészekkel, zenészekkel is lehet találkozni, de úgy gondoltam, hogy a tatai közönség itt helyben, a szülővárosában, vagy pedig a lakhelyén is találkozhasson fizikai közelségben olyan emberekkel, akiket egyébként csak színpadon látna, vagy tévéből ismerne meg. Egy kicsit én tovább gondoltam ezt a tatai kanapé dolgot, ezzel talán mondhatom azt is, hogy egyedülállók vagyunk az országban, mert a műsor két részből tevődik össze. Az első részben mindig egy tatai vagy Komárom-Esztergom megyei születésű, vagy ehhez a területhez kapcsolódó embert hívunk meg, vagy együtteseket, vagy pedig kiemelkedő teljesítésű sportolókat. Ezzel telik a műsornak az első fele, a második részében pedig országosan ismert vendégeink vannak. Színészek elsősorban, zenészek, és a többit azt nem árulom el, az maradjon még titok. Így körülbelül egy olyan jó órás, másfél órás műsorra számíthat az, aki eljön ezekre az alkalmakra. Az interaktivitás az eddig is jellemző volt a műsorainkra is, hiszen egy író-olvasó találkozót is általában úgy valósítottunk meg, hogyha nem közbe, de azért a végén lehetőséget biztosítottunk a nézőknek, a résztvevőknek arra, hogy feltehessék a kérdéseiket, vagy hogyha megszólított egy-egy gondolat őket közben, akkor ezt kifejthessék. Most egy kicsit nagyobb keretek között lehetséges ez, bár itt is az jellemző, hogy elsősorban a színpadon folyik a beszélgetés, és utána lehet mód kérdezni. Azt mondhatom, hogy jól fogadják. Jól fogadják, tehát őket is azért inspirálja az, hogy egy tatai nagyságú városba szerepelnek, és nem nagyvárosba. Általában el is fogadják a meghívásunkat, maximum időpont egyeztetés miatt vannak csúszások. Én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan személy van, akit vagy ismernek, vagy nem, de mindenképpen tudni illik róluk. Tehát így is alakítottuk ki ezeknek az embereknek, meghívandó vendégeinknek a listáját. Nem titok, hogy az egész rendezvény egy pályázat keretében valósul meg. Mi is leültünk, és úgy dobáltuk bele a kalapba a neveket, akik, mint könyvtárosok, felkeltették az érdeklődésünket, vagy egyáltalán tudtunk róluk. És megkérdeztük egy kérdőív keretében az olvasóinkat is, hogy ők kikre lennének kíváncsi, és hát ezekből az emberekből állt össze a meghívandók listája. Még egy kicsit új ez a fajta találkozás vagy program a tatai közönségnek. Tehát akik regisztráltak és vették a fáradtságot, hogy el is jöttek az előző alkalomra, ott nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és pozitív visszajelzéseket kaptunk olyan emberektől is, akik nem jöttek el, viszont hallottak a programról, és úgy vettük ki ezekből a szavakból, hogy a további lehetőségekre, alkalmakra nagy valószínűséggel el fognak ők is látogatni. A 8 alkalmas havi rendszerességgel jelentkező programban helyet kapott Homor Zsófia is. 2019-ben egyedül vágott neki a mongol derbinek. Az akkor 20 éves tatai lovas több mint 1000 kilométert tett meg a sztyeppén, végül 9. helyen lovagolt be a célvonalba. A megmérettetés csupán egyszer adatik meg a lovasok számára, így a kalandról egy könyvet is megjelentetett. Igazán aktívan keresni kellett a lehetőséget, amikor eldöntöttem néhány évvel ezelőtt, hogy szeretnék rámenni, akkor elsősorban a financiális kérdéseket kellett kiszortírozni, utána pedig valahogy meg kellett győzni az interjúztatókat, hogy kompatibilis vagyok a derbivel. Az óriási túljelentkezés nyilván nem segít, és az sem, hogy Magyarországot még nem reprezentált a lovas előttem, úgyhogy egyikünk se tudta, hogy igazán mit várjon, de eleget tudtam beleírni a lovasan életrajzomba, hogy átmenjek a rostán. Akkor abszolút sorsfordítónak éltem meg. Hatalmas lehetőségeket nyitott meg előttem, és volt néhány igazán szép év, ami mind a derbi lehetőségeinek a tükrében következett.
Szerintem jó eredménnyel végeztem az élmezőnyben, tudtam végigmaradni közel az elsőhöz, közel a másodikhoz, de 9-ként, és azóta is nagyon sokszor ad erőt, amikor visszagondolok rá. Személyiségfejlődésben abszolút rengeteg gondolat született, ami ott Mongóliában ver gyökeret. Azzal kapcsolatban, ahogy a lovakról gondolkozom, mind ahogy az emberekről. Szakmailag nem tudom, hogy akkora löketet adott-e, mint számítottam rá, viszont az élmény az kárpótol. Kisgyerekkorom óta foglalkoztat a gondolat, hogy egy napon író szeretnék lenni, és a derbi volt az első olyan, amiről azt gondoltam, hogy érdemes is, és lehet is olyan formában írni, ami esetleg meg tudja szólítani az embereket. És igazán, amit ott tanultam, vagy ami ott gondolat megszületett, az mind benne van a könyvben, illetve a túlnyomó többsége benne van a könyvben. Amit én olvastam, lehet, hogy szűrve érkeznek hozzám a visszajelzések, de nem gondolom, azok mind pozitív visszajelzések voltak, és azt találjuk, illetve azt veszük észre, hogy nem csak a lovas emberek találnak értéket a könyvben, hanem laikusok és a sporthoz semmiben sem értők is, úgyhogy nagyon örülök, hogy olyanoknak is tudtunk, vagy tudtam ezzel adni, akiknek nem gondoltam, hogy tudok. Áprilisban vendégeskedett városunkban a Honeybees zenekar is. A platina és háromszoros aranylemezes együttes 2014-ben szerzett országos hírnevet. Ezúttal az együttes gitárosa Bencsik Kovács Zoltán és énekese Tarján Zsófi foglalt helyet a kanapén. Megismerhetnek minket, az mindig jó. Hogyha egy kisebb, családiasabb koncertet tudunk csinálni, akkor is szerintem egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog, és hogyha hívnak minket, akkor mi megyünk. Ugye fontos, hogy a Tatai kanapénál nem csak a zenélésé mondjuk a főszerep, hanem azért a beszélgetés is egy nagyon fontos vonalat. Az együttes részéről mennyire jellemző, hogy hasonló rendezvényeken bemutatkozik? Még nem voltunk sok ilyen rendezvényen, de mindig egy nagy kaland ilyesmiben részt venni, mert mi általában egy nagyon kötött és nagyon megszerkesztett műsor keretei között megyünk egy koncertre, és akkor azt megcsináljuk, és utána van egy közönség találkozó, ott van lehetőség némi beszélgetésre, de azért annyira nem sok, és itt egy sokkal mélyebb perspektívából lehet megismerni minket, és ez mindig izgalmas nekünk is, és reméljük, hogy másnak is. A setlistnek a kiválasztása az mindig egy eléggé komoly feladat. Most én Zolira hárítottam ezt a dolgot. Ő egyébként, ők is értelme engem, mi vagyunk a Honeybees-nek az egyharmada, mert hatan vagyunk amúgy. Bencsik Kovács Zoltán, ő, aki írja a dalokat, és a szöveget is, a hangszerelés és mindent ő csinál. Sőt, hogyha egy 70 fő szimfonikus zenekarra kell meghangszerelni a zenekari anyagot, akkor azt is megcsinálja, szóval eléggé multifunkcionális zseni szerintem. És most egy sokkal kisebb, egyszálgitáros formációban próbáljuk ezt megjeleníteni, és hát kiválasztottunk pár dalt, és van köztük régebbi is, ezért nekem is izgalmas. A zenei utazások és személyes történetek májusban is folytatódtak egy egészen különleges stílusú helyi zenekarral. Alig, hanem az az alapja ennek az egésznek, hogy mi szeretjük, ha a zenénket hallgatják és jól érzik magukat az emberek. Ennél fogva talán passzolunk, illünk ebbe a társaságba, hiszen arról van szó, hogy kellemes időt eltöltsünk egymással. Változatos a kép, éneklünk kocsmai nótát is, de lesz lírai Palotás Anna előadásában, különleges hangja van, nagyon szeretjük hallani, és van egy olyan versfordítás, amelyet Szakál Laca és Molnár Laca fognak előadni. Ez ritkán hallható a mi repertoárunkban, de szeretjük megmutatni, hogy ilyenre is képesek vagyunk. Nem okozott különösebb gondot, viszonylag sok számot tudunk, játszunk,
örömmel vesszük, hogyha a közönségnek a szórakoztatására és örömére. Sikerült azt gondolom hármat úgy kiválasztani, hogy illeni fog ehhez az estéhez, és valóban elérjük mindannyian a kitűzött célt, hogy sikeres, jó, egy órát töltünk együtt. Nem szokott része lenni a fellépésünknek a beszélgetés, ez vitathatatlan, de azt gondolom, aki szívesen csinál valamit, és talán jól is csinálja, az beszélni is tud róla, el kell mondani a saját gondolatainkat ezzel kapcsolatosan, és bízunk benne, hogy ez a közönségnek is tetszeni fog. Az illusztris vendégek közt megtalálhatták az érdeklődők Csúlya Imre, Jászai Mari díjas színművészt, érdemes és kiváló művészt is. Hát ez mindenhol nagy öröm számomra, akár merre megyek az országba, akár ilyen beszélgetős műsorral, akár az önálló estemmel, az Imi mondj egy verset cíművel. Na, nagyon szívélyes fogadtatásban vagyok részesítve a nézők részéről. Minden egyes városban, tényleg egyszerűen azt érzem, hogy hála Istennek igény van a versekre, az, hogy színészeket lássanak, és nem csak magamról beszélnek, hiszen rengeteg kollégámmal járom én is az országot, más műsorokkal, Cutor Zolival például, vagy a Csákányi Eszterék, vagy a Hámori Gabriella. Szóval nagyon szívesen fogadnak bennünket mindenhol ezekkel az irodalmi estekkel. És hát a beszélgetésekkel is. Éppen most beszéltük az Istvánnal, hogy tulajdonképpen 2-3 órát is tudnánk beszélgetni. Hát hiszen vagyok annyi éves, hogy talán 2 órát is ki tudnánk tölteni. De hát az idő véges, viszont nagyon szép számmal gyűltek össze a nézők. Írtam tegnap a babámnak egy szerelmes 8 oldalas levelet. Beleírtam a szívemet, beleírtam szerelmemet, lelkemet. Megírtam, hogy fáj a szívem, hogy én őt még most is hívem, s igaz szívvel szereltem. Hogy rajta kívül te világon soha többé egy leányt se kell nékem. Ugye addig izgul a színész, amíg be nem lép a színpadra, és meg nem szólal, mert amikor már megszólalok, és érzem, hogy jól szólaltam meg, megszólítottam a közönséget, akkor érezhető a visszajelzés, hogy jönnek velem, és kíváncsiak, és hát szeretik az irodalmat. Nem tudom még, hogy az István miket fog kérdezni, nyilván a színészi életem kisebb-nagyobb epizódjairól. Készültem Anyám tyúkja, Szózat, Kosztolányi Adi versekkel, magyar nótákkal, egy Bródi számmal, és hát egy beszélgetés, kötetlen beszélgetéssel, ahol nyilván egy baráti társaságba fogunk mind a ketten belecsöppenni. A palettáról a tehetségkutatók nagy felfedezettjei sem hiányozhattak. Hogy engem várt hálig, az elképzelt mindenség, most érzni végre, Takács Nikolász 32-szeres platina és aranylemezes előadó művészt 2010-ben ismerte meg az ország, sikere azóta is töretlen. Dupla teltházas koncertek kísérik pályafutását határon innen és túl. Szeretek beszélgetni, szeretek megosztani olyan dolgokat, olyan történéseket, amik esetleg tudnak inspirálóan hatni azokra az emberekre, akik hallgatnak engem. Úgyhogy minden egyes olyan történetet, ami akár építő jellegű, akár egy sikerélmény, akár egy kicsit nehezebb időszak, amiből szintén lehet tanulni, ez mind jó, szerintem is meg kell osztani. Nagyon-nagyon fontos az, hogy tisztában vagyok azzal, aki vagyok, ami vagyok, és amit szeretnék közvetíteni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azt látom, hogy a fiatalok nagyon-nagyon nehezen találják saját magukat meg a világban, és nem tudják magukat hova pozícionálni. És ezért jó, vagy szerencsés annak az embernek, aki mondjuk kicsi kora óta tudja, hogy mi akar lenni, és halad az útján még akkor is, amikor rengeteg kihívás van az úton. Előadó művészként ugye nagyon megsínlettétek ezt a covidos időszakot. Milyen most egy kicsit visszatalálni a nagy közönséghez személyesen is? Az első fellépés olyan volt, mintha soha nem énekeltem volna előtte, pedig lassan már 30 éve színpadon vagyok. Az nehéz volt, de megugrottam, és szerencsére olyan fellépésem volt, ahol mindenki velem énekelte a dalaimat, úgyhogy elképesztő áldás.
És hát most élvezzük azt, hogy járjuk az országot, és találkozunk azokkal az emberekkel, akikkel nem tudtunk, és látjuk, és érezzük a szeretetet. Esztergályos Patrikot sem kell bemutatni a megyei közönségnek. Az ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző egyéniben és csapatversenyben is felállhatott már a dobogó legfelső fokára. 2019-ben jelentkezett az egyik televíziós csatorna extrém sportvetélkedőjére, ahol elnyerte a legjobb férfi versenyző címet. Igazából a sportban csak az akarat volt az, ami engem előre vitt, a családomnak, nagyszüleimnek a támogatása. Nek hát az, hogy folyamatosan motivált voltam, mindig voltak előttem olyan vívók, olyan versenyzők, akikre fel tudtam nézni, és csak azért ülhetek be ebbe a tatai kanapéba, ebbe a piros kanapéba, mert ez folyamatosan vitt engem előre. Nincs semmilyen titkolni való fejezete az életemnek. Én bármikor kérdeztek, ugye, hát azért valljuk be, az elmúlt pár évben nagyon sok mindent sikerült megélnem. Persze maradnak mindig titkok, amikről nem beszélhetek, de amiről beszéltek, azt nagyon szívesen. Sokszor kérdezik, és sosem tudok mindig olyan, tehát olyan választ, ugyanazt a választ sosem tudom elmondani. Mert annyira szerte ágazó az, amivel én foglalkozok, ugye akár beszélhetünk itt a tartalomgyártásról, ugye a reklámoknak a gyártásáról, akkor a különböző marketinganyagoknak, marketing tervezetnek a felépítéséről. Tehát igazából egy az irány, csak mindig vannak különböző területek. Karrierjét meghatározó, még gyermekkori élményeiről is beszélt a már jól ismert piros kanapén Danis Lídia, a Jászai Mari Színház sikeres színésznője. Számos korábbi elismerése mellett az évadzáró társulati ülésen a legjobb színészeknek járó elismerést és a társulat szavazatai alapján a Jászai Gyűrűdíjat nyerte el. 2004-ben végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen, 2014-től Tatabányán láthatja a közönség. A díjak ezek mindig jól esnek az embernek, aki az ellenkezőjét állítja, azt szerintem álszent. Mindig örülök ezeknek az elismeréseknek, de aztán a helyére rakom a lelkemben, és aztán másnap pedig ugyanúgy megy tovább az élet, és ugyanúgy a nulláról kezdem a munkámat, meg a gondolkodásomon. Lényegében azt gondolom, hogy nem változtat. Ez egy marha jó visszajelzés, meg rendkívül megtisztelő, de hála Istennek a személyiségemen azt hiszem, hogy nem változtat. Erőt ad. Előfordult már, hogy nagyobb közönség előtt paggattak az életemről, de ezek általában inkább tévéinterjúk, televíziós interjúk, úgyhogy ez egy ilyen különleges alkalom, hogy egy ilyen színházteremben történik ez az interjú, úgyhogy kíváncsian várom. Remélem, hogy a beszélgetés során egy-egy mondat talán a helyére kerül a hallgatóságban, vagy a nézőkben, és szerintem azért bizonyára lesz mit mesélnem, vagy mondanom, és remélem, hogy inspirálhatok embereket. Pár napja kezdődött el a Jászai Mari Színházban az évad, úgyhogy erőteljesen nekiálltunk próbálni. Sebestyén Abával Viripajev részegek című művét próbáljuk, úgyhogy most ezt tölti ki a mindennapjaimat, meg ugye azt, hogy holnap a 13 éves fiamnak kezdődik az iskola, úgyhogy nem mondanám azt, hogy friss vagyok és kipihent, de ezek a szürke hétköznapok engem így éltetnek, meg bírom őket, úgyhogy állok elébe az évadnak, meg az iskolának is. Több dallal is meglepte a közönséget Hevesi Tamás énekes, akinek pályája az 1980-as években indult a Névtelen Nulla zenekarral, élt utcazenélésből Ausztráliában. Itthon az Ezt egy életen át kell játszani című albuma hozta meg számára az elismerést, amely platina lemez lett. A zenélés mellett labdarúgó edzőként is tevékenykedik. Olyan szép, mikor együtt a család, megterítve a nagy asztal, mindenkinek megvan a helye már. Valaki mesél, valaki vigasztal, olyan jó lenne, ha megállna a vég, önként tartana, vasárnapi elég. A legfontosabb fordulópont az, hogy szüleimnek hálás lehetek és testvéreimnek, hogy gyerekkorom óta hangszereken tanulok, és zenei általásiskolába irattak be a szüleim, valószínűleg látták rajta, hogy muzikális lélek leszek. Hegedűvel kezdtem, aztán nagyapám
citarázni tanított, mellette nagybőgőztem, népi táncoltam, és a népi tánc mellett a békés bandában kipróbáltam magam. Nagybőgősként és népzenében, ugye háromhúros nagybőgön, mellette vadászkürtöni tanultam 4 évig, azt imádtam. Tehát a komoly zene, mai napig rengeteg komoly zenét hallgatok. Sőt, ha meg akarok nyugodni, akkor komoly zenét hallgatok. És a bátyám már gitározgatott. És azt láttam, hogy milyen jó neki, mert milyen könnyen csajozik. Én meg ott a vadászkürtőmmel kicsit nehezebben. És úgy indult a dolog, hogy hát akkor valamit tenni kell, nyilván nem a csajozás a legfontosabb, hanem az, hogy azt éreztem, hogy kipróbálnám magam a könnyűzenében, ha könnyűzenének lehet nevezni. És olyannyira beleástam magam, hogy kaptam egy gitárt a szüleimtől, aztán kaptam egy komolyabb gitárt, rá néhány évre karácsony, de sosem felejtem el, fordulópont volt, mert az első gitárom azért, hát hogy is mondjam, a szegedi ládagyár terméke volt, szó szerint. A második gitárom egy csehszlovák Cremona típusú, szinte behangolhatatlan hangszer, és a harmadik volt egy csodálatos hangszer, azt kaptam karácsonyra, és akkor már az Isten sem tudott volna visszafordítani, hogy valami elkezdjek ezen játszani. Autodidakta módon tanultam, bátyám akkor Debrecenbe járt suliba, és mikor hazajött hétvégenként, azt mondta, ezt honnan tudod? Hát ez egy C-major 7-es, ez egy E-mol 9-es. Hát mondom, olyan jó hangzás, és csak úgy magamtól. Aztán nyilván tanultam is, érdekelt is, és olyannyira, hogy mindig is egy ilyen alkotó, kreatív ember voltam, elkezdtem dalokat írni, 13-14 éves voltam. És őrült elvont előadó voltam, tehát gondolkozom is rajta egyébként ezeket a dalaimat, amire emlékszem, összerántanám, és kiadnám azt, hogy ilyen voltam én. Szóval nem hinnék el az emberek, hogy milyen őrült elvont voltam. Szivattyú, béka, papudik, csámbó, ez dalcímek, tisztítás, vonatfüstje, gondolatok Indiáról, rabdal, ezekben olyan hangszereket, olyan trükköket dobtam be, hogy például írógép szóló volt benne. Akkor apukámnak a rosszul működő szovjet raketta porszívóját behangoltam egy cikkszallaggal 440 Hz-re, zúgott egy hangon, és a bátyám pedig hozzáfurujázott keleti dallamokat úgy, hogy a furujáját összekötöttem egy damillal, egy rajongótól kapott plüskígyóval, és az jött ki a kosárból. Tehát, hogy ilyenek. Na, szóval teljesen őrült voltam. És aztán egyszer csak megírtam a Jeremyt, ami 14 éves voltam, az nagyon a sláger lett utána. És azt elkezdtem dalokat írni, aztán már zenekart alapítottam, a Névtelen Nullát. Tehát ezek voltak azok a zenei fordulópontok. Mellette természetesen ment a sport, és ment a tanulás, meg a majdnem színész lettem, nagy megváltás az országnak, hogy nem, és egyszer csak itt vagyok. Túl minden álmunk, végre egyszer hosszú évek után rád találtam, hát vigyázz rá. Szerintem a legfontosabb dolog a világjárásban, 106 országban mögöttem, amit megtanultam a világban, az, hogy mindig mindenhez pozitívan állok. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy úgy lehet élni, hogy mindenben a rosszat keresünk. Tehát én a rosszban is a jót keresem. És nálam mindenki 100-ról indul, és minden lehetőség 100-ról indul. Tehát nem nulláról, és arról építkezünk fölfelé, hanem én megadom a hitet, megadom a lehetőséget arra, hogy az a szituáció, vagy az az ember, az 100%-os legyen nekem. Ez nagyon fontos, szerintem fogadjuk el, hogy a világ szörnyű. Tehát, és fogadjuk el azt is, hogy minden napunk visz major. Tehát nincs olyan, hogy valami jó. Mindig dolgozni kell rajta, hogy jobb legyen. Szóval ennek a kiütése a fejünkben az, hogy értsük meg azt, hogy annyi csoda ez az élet, amit kaptunk, annyi csodával vagyunk körbevéve minden másodpercben, hogyha ezt valaki nem látja, akkor annak fel kell nyitni a szemét, hogy hé, hát örülj, hogy vagy, hát hogy gyermekeid vannak, hogy munkád van, hogy Magyarország, libabőr, hogy Magyarországon élhetünk, egy olyan békés országban, ahol azért a kultúra mindig is erőteljes volt, és ezért is örülök, hogy ma itt vagyok Tatán állatok. Szóval annyi minden csoda van körülöttünk, hogy ezt a csodát ezt észre kell venni. Ha valaki erre nem képes, elengedik, itt nekünk kell külsőként segíteni, hogy igenis találja meg magát,
vegye észre a körülöttelő csodát, amit életnek hívunk, és azon belül millió-millió kis pillangót, ami repked felénk. A Magyari Zoltán Művelődési Ház színház termében tartott programok szeptember közepén folytatódtak, olyan meghívottakkal, akik közül néhányat még csukott szemmel is egészen biztosan felismert volna a hallgatóság. Ebben nem is baj, mert a kicsit egyedül vagyok, az nagyon jó. Pihenek, és nagyon szeretem azt a tájat, nagyon szeretem azt a vidéket, és igazi kikapcsolódás nekem mindig a Balaton. Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművészt, Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth díjas színművésznővel együtt kérdezte Turci István. Nem akarnék közhelyeket válaszolni, de röviden csak közhelyben tudok válaszolni. A szeretet, a költészet, a muzsika, és azt hiszem, hogy mind a három kifejezés jelen lesz a ma esti előadáson. Alapvetően szeretettel jöttünk, szeretettel válogattunk, csodálatos költői sorokat, és hát olyan kellemes és szórakoztató dalokat, amik mindenkinek a lelkének nagyon jól esik. Nagyon elkezdődött az évad, hiszen szeptember az mindig a legizgalmasabb időszak, hiszen a régi darabokat felújítjuk, már elkezdjük az újakat próbálni. Én tanítok is, tehát az iskola is elkezdődik, a privát életemben is elkezdődik az iskola, ugye a gyerekeknek el kell indítani sok minden fronton az életet, úgyhogy a nagy nyári leállás után ez egy nagyon aktív időszak. Kamocsai Ákos neve már a borász szakmában megkerülhetetlen, a Nesmei Hilltop egyik alapítója, a borvidék elismert szakembere. Angliában az év borásza lett, Magyarországon pedig 2005-ben a Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. Az ember ezt így már így vissza tudja nézni, így elég hosszú ide vagyok itt, és meg ebben a szakmában is, és úgy érzem, hogy mindig elég jó helyen voltam, mindig sikerült a lehetőségeket kell élni, talán kihasználni, és hogy ezek a lehetőségek jöttek, az mindig kellett egy kis szerencse, hogy mikor kivel találkozott az ember, mikor merre indult egy válaszúton, és az is biztos, hogy a szerencse az egy fontos dolog az életben, de ott kell lenni, észre kell lenni. Meg kell dolgozni a szerencsére, igen. Ha már ennyi mindent elért valaki tulajdonképpen az életben, mi az, ami még mindig hajtja előre? Milyen kihívásokat keres? Mi az, ami motiválja még most is? Hát most éppen zajlik a szüret, úgyhogy a mi életünkben, a borászok életében a szüret az mindig egy nagy motiváló dolog, hiszen egy évben az egyszer van csak. És ez egy nagyon nagy munka, egyszer egy ilyen rádiós zenés beszélgetés közben megkérdezte a riporter tőlem, hogy nem bánom-e, hogy a borász egy évben egyszer tud csak alkotni. És akkor éppen így szüret előtt voltunk, és mondtam neki, hogy tudod mit, hogyha most kezdődik a szüret, töltsd velem ezt a szüretet, ez egy ilyen két hónap, és utána tedd fel újra ezt a kérdést. Úgyhogy ez egy kemény munka, de az ember mindig nagyon ki vagyunk téve a természetnek, az időjárás viszontagságainak, az évjáratok különbözőségeinek, és mindig találkozunk valami újjal, valami érdekessel, valami, amit még soha nem találkoztunk, és ebből valami jót csinálni mindig azért ez mindig hajtja az ember, mindig érdekes. A lovak szeretete és a különleges sportágak, műfajok az októberi kanapén is előkerültek. Ezt elsőként egy dámalovasnak köszönhette a tatai közönség. Kaptam egy felkérést a Töki Huszároktól, hogy lépjek fel velük, mint dámalovas. És hát így jött az, hogy vegyek saját nyerget, és volt már saját lovam, és csatlakoztam hozzájuk, és nagyon sok rendezvényen voltunk már bemutatózni így együtt. Az egyszerű, az az angol lovaglásnak nevezzük, ott két oldalt vannak a lábaink, tehát áttöleljük a lónak a mellkasát, a lábainkkal. Most a dámalovaglásnál egy oldalon vannak a lábaink. Nagyon nehéz úgy ülni, mert ugye lábainkkal hajtjuk a lovat, és hogyha csak egy oldalt van, az rettenetesen nehéz. Tehát más idézőben segítségeket kell használni, mint az angol nyerekben. Hogy látod, mennyire van utánpótlása ennek a ugye nehezített sportágnak? Hát jelenleg Magyarországon körülbelül 20-an vagyunk, aki dámalovaglással foglalkozik, de reneszánszát éri a dámalovaglás, úgyhogy nagyon remélem, hogy sokkal többen lesznek közeljövőben már. Elfogadta a meghívást Sasvári Sándor is, a színművész, zenész, lovas, ma is fellépésről fellépésre járja az országot. Mamma Mia sorozat következik a Madách Színházban, ennek a felújító próbáin veszünk most részt egy-két alkalommal, és aztán egy 20 előadásban ezt láthatja
publikum, utána jön egy fantom sorozat, amelynek az első etapja az egy, és az első előadása rögtön a 900. fantom előadás. Egyébként jövőre lesz ez az előadás 20 éves, én a premiértől kezdve benne vagyok, most cserélték le, vagy cserélik le, cseréljük le a szereposztásban a Raulokat és a Krisztineket, és a fantomok maradnak, úgyhogy én továbbra is fantomként leszek látható. Aztán januárban leköltözöm Zalaegerszegre, ott pedig egy vadonatú bemutatónak a próbái lesznek két héten keresztül, és aztán 18 előadás. Közben az ilyen is hasonló fellépések, mint most itt például. Közben lovagolok minden nap, készülök egy nyári nagy produkcióra, a nyár az tele van szabadtéri programokkal, úgyhogy van mit tenni. Nem voltam még padlón életemben, és nem is szeretnék. Tehát én dolgozom folyamatosan, gyönyörű családi háttérrel rendelkezem, karnyújtásnyira van a lovardám, ahol 8 lovat tartok, van egy saját tenyésztésű lovam, aki most megnyerte a Somogy, Baranya és Tolna megyei bajnokságot, 1,30 m, egyre följebb kerül, én egy másik lóval versenyzek, gyerekeim is lovagolnak, gyönyörű időben terepre megyek, télen, nyáron, tavasszal, ősszel, gyönyörű a természet, úgyhogy ez kikapcsolódás, feltöltődés, és hát a színházi szerepek, amik pedig életben tartanak és fiatalon tartanak, ezek nagyon fontosak az életemben.